Sziasztok! Ma egy karácsonyi manót fogunk rajzolni, egy olyan kis manót, aki ugye a télapóval dolgozik a gyárban, a játékgyárban, őt segíti, és úgy fogjuk megrajzolni ezt a kis manót, hogy egy ajándékos dobozból fog előugrani. Hajtogatni is fogunk egy picit, egy ilyen téglalap forma papírra lesz szükség, és akkor ugye függőlegesen tartjuk. Először félbehajtjuk, így lefelé. Majd megfogjuk a felső részét ennek a papírnak, és ezt megint félbehajtjuk, ezúttal pedig felfelé. És tulajdonképpen ennyi a hajtogatás, amit meg kell tennünk. Jó, tehát ahogy látjátok, most így ki tudom nyitni, és két hajtás vonal nyom van rajta. Jó, most először akkor összehajtjuk, és először ide meg fogjuk rajzolni az ajándékos dobozt. A felső részére mutatom, tehát erre a felső részére rajzolunk három egyenes vonalat. Egy, kettő, és összekötjük, ugye ez lesz az ajándékos dobozunknak a teteje. És akkor most megrajzoljuk az alsó részét, lefelé is húzunk két egyenes vonalat, egy picit beljebb, ha látjátok, mind a két oldalon. Ellenőrzöm, hogy jól látszik-e a képen. Igen. És akkor összekötjük. Kész is van az ajándékos dobozunk, és akkor rajzoljunk rá egy masnit, egy kis görbevonal, és a masni egyik oldalon, másik oldalon, és akkor egy szalagot is még rajzolhatunk. A felső részére két vonalat, és az alsó részére két vonalat. Ahogy látjátok, itt is egy picikét beljebb rajzoltam ezt a két lenti vonalat. És akkor kész is van az ajándékos dobozunk, ezt majd ki fogjuk színezni, és akkor most kellene széthajtani a papírt, és megrajzoljuk ide a manónkat, amint kiugrik ebből a dobozból. Először itt a hajtás mentén összekötjük ezt a két pontot. A lenti részén a doboznak pedig egy picikét meg kellene hosszabbítani mind a négy vonalat, és úgy összekötni. Most már tényleg kész van az ajándékos doboz, és akkor jöhet a manónk. Látjátok itt ezt a két hajtás vonalat. Most nagyjából ennek a közepe ugye itt van, és ehhez képest ettől lejjebb kellene kezdeni a rajzolást, ugye a manónknak az orrával, tehát középen van, és ezen két vonal között nem a felénél, hanem annál valamelyest lejjebb. Jó, itt van akkor az orra, és akkor most rajzolunk két nagy szemet, ez két kör lesz, egy kör, és még egy kör. És akkor rajzol, mondjuk, hogy fölfelé néz vidáman, tehát akkor rajzolunk, illetve először akkor rajzoljuk meg úgy, hogy rajzolunk ide, mintha felfelé nézne, ugye két görbevonalat, és akkor a görbevonalakon belül rajzolunk két kisebb kört. Azok maradhatnak fehérek, hiszen az a fénycsillanás, és a többi részt ki lehet színezni feketével, vagy barnával, kékkel, zölddel, amilyen színt szeretnétek a manó szemének. Jó, akkor rajzolhatunk két picike szemöldököt. Így, és akkor jöhet a szája. Nagy mosolygós száj. És akkor most rajzoljuk meg a fejét. Itt én szeretek magamnak ilyen kis segédvonalakat rajzolni. Pontosabban ilyen kis pöttyöket, ami segít nekem, hogy nagyjából mekkora legyen. Például itt a fej, és akkor most ezt összekötöm, ezt a három vonalkát. Hogyha nem sikerül egyből jól összekötni, az sem baj, én is radírozok. Jó, itt lenni is egy picikét. És akkor meg is rajzoltuk a fejét a manócskának, ez egy nagy görbe vonal. Jó, és akkor összekötjük a tetejét. És egy kis haj tincset még berajzolunk. Jó, most akkor jöhet a sapka.
A sapkát úgy rajzoljuk, hogy hozzáér a dobozhoz. És úgy lehet bojtos sapkát rajzolni. És akkor ami még ugye nagyon hiányzik, az a füle, ugye a hegyes manófül. Ezt megrajzoljuk az egyik irányban is, és a másik irányban is. Most nekem itt nem fér ki teljesen a bojt miatt, de nem baj. Itt takarásban van. És el is készült a manónknak a feje. Most akkor rajzolhatunk neki ide egy gallért. Így. Megrajzoljuk a ruháját. Két egyenes vonal lefelé. Összekötjük az alját, és ugye hát a lábából, ami látszik, azt oda kötjük a dobozhoz. Még lehet rajzolni övet, csattal. És akkor most már csak a két karja, keze hiányzik. Mondjuk, hogy egy kicsit így felfelé tartja. Jó kedvű a manónk. Most ugrott ki a dobozból, az ajándékos dobozból. És mondjuk, hogy kesztyűt visel. Mind a két oldalra ugyanolyan két kart kellene rajzolni, tehát két görbevonal. A tetejére egy kis négyzet, és utána egy két ujjas kesztyű, ugye egy kisebb és egy nagyobb görbevonal. És hogyha ez megvan, akkor el is készült a rajzunk. Most én át fogom ezt húzni megint egy fekete filccel. Mindig mondom, hogy ezt a lépést nyugodtan ki is hagyhatjátok. Ha túl gyorsan rajzolok, akkor nyugodtan állítsátok meg a videót, nem kell sietni, a lényeg, hogy szép legyen, elégedettek legyetek vele, és élvezzétek a rajzolást. Egyenes vonalat sem mindig könnyű húzni, de nem baj. Nem baj, hogyha nem lesz teljesen egyenes a dobozunk. És hát ez egy nagy rajz, tehát itt majd tényleg sokat kell színeznünk is. Jó, a füleket is áthúzom. Én szeretem áthúzni fekete filccel, olyan élesebbek lesznek a vonalak. Vékony filccet használok mindig, és úgy óvatosan követem a ceruza vonalakat, tehát hogy nagyjából ne nagyon menjek ki belőlük. Jó. Haj, szemöldök, és akkor jöhetnek a nagy fekete szemek. Nálam fekete. Én feketére színezem, ugye ezt is kiszínezem, kihagyom a fénycsillanást, a kis fehér köröket, mindig szebb a szem, hogyha van benne fénycsillanás, ugye egy kis fehér kör, vagy akár kettő. Másik szem, ugye a két szem azért egyforma méretű legyen, arra mindig próbáljunk törekedni. És akkor jöhet orra, szája. Lehet ugye lánymanót is rajzolni, ez most egy fiú manó, hogyha lánya manó, akkor ugye még nagy szempillákat lehet rajzolni a szemre, lehet rajzolni neki egy vagy két coffot, kis szoknyát. Jó, a két karját is áthúzom. Kiszínezem feketére itt a csattot is. De ez is lehet barna, bármilyen színű, ami nektek tetszik. És akkor még a két kesztyűs kéz van hátra. És mindjárt kezdhetünk színezni, hogy milyen színű a ruhája, azt tényleg nyugodtan döntsétek el, amilyen színek nektek tetszenek. Én most zöldet választok, világosabb és sötétebb zöldeket fogok használni, de először kezdjük a színezést az arcával, illetve a fülekkel, ugye ehhez én egy ilyen világos barnát használok. Ha sötétebb barna ceruzátok van, az sem baj, akkor ne nyomjátok annyira rá a papírra, és akkor halvány lesz a szín. Így szépen óvatosan akkor körbe színezzük, ugye a szemnél, az orrnál, a szájnál, körülötte mindenhol ezt a bőrszínt, vagy világos barna színt. De egyébként lehet rózsaszín is a bőre, hogyha nektek azt tetszik. Nem egyszerű színezni soha akkor, amikor így ennyi mindenre kell figyelni, ennyi mindent ki kell hagyni, mint ugye itt az orrát, a szemöldökét, a hajtincset. A lényeg, hogy ne siessünk, hanem szépen kényelmesen.
Egy picikét itt-ott ugye beszürkül a szín, hiszen ugye grafittal rajzolunk, egy picit maszatolódik, de nem baj. Jó, most kiszíneztük a manócskánknak az arcát, illetve a füleit. És akkor most pirossal kiszínezem az orrát, halványan, tehát nem nagyon-nagyon piros, és rajzolok ilyen kis arcpírt rá, hiszen hideg van. Két ilyen kis körforma, vagy inkább tojásforma. És akkor barnát használok a szemöldökhöz, meg a hajhoz, de lehet szőke is a manunk persze, vagy fekete hajú, vagy vörös. Jó, és akkor most jöhet a ruha. Én világos zöldet és sötét zöldet fogok használni, ahogy említettem, de tulajdonképpen bármilyen szint lehet használni. Világosabbat, sötétebbet, narancssárgát, pirosat, sárgát, citromsárgát. Jó, én most ezt itt kiszíneztem zöldre, és akkor ugyanezzel a zölddel fogom kiszínezni a ruhájának a felső részét, jó? Tehát a kesztyűt, és a kabátot. Ugye a kabátnak a hosszú ujját is. Majd a nadrágjánál fogok egy másik zöldet használni, mondjuk az lehet sötétebb zöld. Ha csak egyféle zöld van nálatok, az sem baj. Akkor meg lehet azt próbálni, hogy vannak a ruhának olyan részei, ahol nagy arányomjátok a ceruzát, és akkor ott egy sötétebb szín lesz, egy sötétebb zöld, és van, ahol pedig csak halványabban satíroztok. De lehet kék is a nadrágja, szürke, piros, narancssárga, ahogy említettem, tényleg. Bármilyen szín. Minél színesebb, annál jobb. Jó, itt igyekszek úgy színezni azért, hogy a papírnak a fehérje ne látszódjon ki, és hogy ne is menjek ki a vonalakból. Tehát arra tényleg próbálok figyelni. Jó, és akkor most használom a sötétebb zöldet a nadrágnál, és ugyanezzel a sötétebb zölddel rá fogok itt-ott egy picit satírozni a világos zöldre, hogy olyan érdekesebb legyen a rajz egy picit. Jó, tehát például mondjuk itt a kesztyűnek az oldalánál, a ruha ujjánál, a kabátka ujjánál itt lent, másik oldalon is, másik kesztyűnél is. Nem az egészet satírozom be sötétre, hanem csak a szélét. Itt ugye a gallér alatt is, hiszen árnyékot vet, ide is lehet egy kicsit színezni a sötétebb zöldből. A kabátnak az oldalára, mind a két oldalára. Egyik oldal, másik oldal, sőt az aljára is lehet. És még a sapkánál is ezt meg lehet tenni, ugye, hiszen ez az ajándékos doboznak a teteje, ez ugye egy kis árnyékot vet a sapkára, úgyhogy ott lehet egy kicsit a szín sötétebb. Jó. És akkor, ahol fehér maradt a ruha, illetve előtte még azért a színezzük ki, mondjuk sárgával az övet. Á, nem tetszik sárgán, inkább legyen barna. Ez könnyű volt átszínezni, hiszen ugye a barna sötétebb, mint a sárga. Jó, tehát barna az öv, mondjuk. És akkor ugye vannak fehér részek a ruhán, de én ezeket sem hagynám fehéren teljesen, hanem világos kékkel egy picit rászínezek, ugye itt a bojtnál, a gallérjánál is, sőt itt a sapkát is egy picikét, és akkor itt a gallért is picit lehet világos kékkel satírozni, nem az egészet, hanem inkább csak a szélső, tehát a külső vonalak mentén. Jó? Még egy picikét a bőrszínnel rászínezek, mert picit összemaszatolódott a grafittól. Jó.
És akkor most jöhet a ajándékos dobozunk, az ajándékos dobozunk. Én pirosat választok, de ahogy említettem, tényleg bármilyen szín lehet, hiszen egy ajándékos doboz színe bármilyen lehet. Mondjuk legyen piros. A masni meg milyen legyen? Legyen mondjuk narancssárga. Tényleg jó sokat kell színezni, el is fárad a kezünk. Ha elfáradtok, akkor tartsatok egy pici szünetet, és akkor utána érdemes folytatni. Jó, a doboznak a lenti részét is kiszínezem pirosra. Itt jó hosszú vonalakkal színezek, és amikor itt a közeledek ugye a körvonalakhoz, akkor ott pedig elfordítom a ceruzát, és vízszintesen színezek. Hogy mennyire nyomjátok rá ezt a színt, ez ahogy nektek tetszik, én inkább többször át színezem, azzal sötétítem, és nem azzal, hogy rögtön az első színezésnél nagyon rányomom a ceruzát, hanem többször át megyek inkább rajta. Itt a széleknél megrajzolom. És csak színezünk, színezünk. És még egyszer, hogy szép sötét piros legyen a dobozunk. És akkor már csak egy színre van szükség. Én a narancssárgára gondoltam, hogy a masni és a szalag legyen narancssárga. Itt most a dobozra nem színezek rá más színnel, nem sötétítem itt-ott, ahogy egyébként sokszor szoktam. De ti természetesen úgy színezzétek, ahogy nektek tetszik, jó? Masninak a színe meg is van, és hát lassan el is készülünk ezzel a aranyos manóval. Jó, még itt lenni is. És amikor befejeztétek a színezést, akkor tényleg érdemes ránézni a rajzra, kicsit talán messzebbről is megnézni, hogy tetszik-e a szín mindenhol. A papírfehérjét sikerült jól eltüntetni, elégedettek vagytok-e a vonalakkal. Én például most még a sötétzöldet egy picit fogom használni. Még egy picikét sötétítek a kabátkán. Sőt, mindenhol szerintem egy picit, még a nadrágon is, még egyszer rászínezek. Kesztyűnél, a sapkánál is. És hogyha elkészültünk a színezéssel, akkor nézzük meg, hogy ugrik elő ez a manócska a dobozból. Összehajtjuk. Félbe és megint félbe, és akkor ugye most már itt van a kiszínezett ajándékos dobozunk, a szép piros doboz narancssárga masnival, és hogyha kinyitom, akkor előugrott belőle ez a vidám, zöld, sapkás, kabátkás manó. Ajándékos doboz és az előugró manócska. Remélem tetszett nektek a videó, a manó, legyen nagyon-nagyon szép a napotok, sziasztok!